A házmester azt mondta, hogy mesztelenül járkálták az udvarba reggel 6 órakor. Nem igaz, nem járkáltam. De mesztelen voltál. Mert fürödtem. Mivel fürödtél? Az esővizes hordóba, de senki se látta, még mindenki aludt a házba. Megfürödtem és rögtön felöltöztem. Molnár Ferenc darabbal folytatódik a bemutatók sorozata a Jászai Mari Színházban. Az üvegcipőt hamupipőke története ihlette, a mese azonban nem egy messzi országban, hanem Budapesten, egy 8. kerületi panzióban játszódik. Ez egy szerelmi történet. Van a Irma nevű cselédlány, aki bele szeretöző gazdájába, Sipos Lajosba, és végül is arról szól az egész történet, hogy ő hogy próbálja rávenni a Sipos Lajost arra, hogy ismerje már be, hogy ő is szerelmes belé. Ajtó! A rendező szerint ez a szerelem inkább álomszerű, mint valóságos, így ő is ezt az álomvilágot próbálta megjeleníteni. Az alapvető koncepció az az volt, hogy ő magával ezzel az álomszerűséggel, hogy meg tudjuk-e csinálni azt, hogy a forgonra helyezzük az egész előadást, ami azért egy jóval szűkebb tér, és hogy maga ez a nagy nézőtér elbír egy ilyen szűkebb teret, hogy nem lesznek nagyon messze színészek, ez volt egy félelem, de hát hála a jó égnek ez nem így történt, most már látszik. Úgyhogy ez volt az alapvető kiindulási pont, hogy a forgó azért az többet tudjon körbejárni, mint amennyire az eredeti mű meghatározza, hogy milyen tereket látunk. Felsászelet krumplival! Előbb azt mondtad, hogy borjúvesés felúttal. Azt hittem, de tévedtem, bocsánat. Nagy hiba! Miért? Mert most át kell kapcsolnom a gyomromat felsárra meg krumplira. Az Irmát alakító Szakács Hajnalka arról beszélt, hogy felnőttként az ember nagyon sok kompromisszumot köt, hogy elviselhető legyen az élete, és ne érje annyi csalódás. A cselédlány pedig pont azért szerethető, mert ő nem ilyen. Irmát azért gondolom nagyon, nagyon pozitív és nagyon kedvelhető karakternek, mert máshogy viselkedik, mint általában viselkedünk az életben, és nagyon-nagyon szeretnék én is, és szerintem mindannyian nagyon szeretnénk ennyire bátran vállalni önmagunkat, és ennyire bátran vállalni az érzelmeinket, és bármit megtenni azért, hogy elérjük a céljainkat, a vágyainkat. Hogy ez sikerül-e, az kiderül Molnár Ferenc darabjából, amelyet most szombaton mutat be a Tatabányai Jászai Mari Színház.